Sziasztok! Eljött az ideje egy újabb kihívásnak, lássuk is, hogy mi van a dobozban. Pa-pám! Juhú! Ez konkrétan szinte semmi. Van itt reszelt parmezán, dióbél, szerencsére nem nekem kell feltörni, leveles tészta, csedársajt, bazsalikom, egy citrom, és hozzá ugye a kártya. Benne vagy a játékban, Feri? Hogy a fenében lennék? Reméljük, igen, mert a barátaid úgy döntöttek, hogy tolnak egy game nightot nálam. Szóval jó lenne egy nagy játékra egy kis harapnivalót összedobni, hogy legyen mit majszolni a Coca-Cola mellé. Óra indul, Rita, és mindenre van 60 percem. Nagyszerű. Hát ebből pizzát biztos, hogy nem fogok sütni, viszont talán ilyen sajtos kis csigákat. Igen, szerintem ez lesz a megoldás. Ezekből az alapanyagokból én egy bazsalikon pesztos leveles csigát sütnék. Első körben a cheddar sajtot fogom lereszelni. Ebbe egyből belemegy a parmezán sajt. Fogok egy serpenyőt. És egy kicsit alá pörkölök, mert ugye a dió egy önmagában is igen jó, de hogyha megpirítjuk, és az mondjuk nem csak a dióra, hanem az összes ilyen olajos magra érvényes, sokkal finomabb lesz az íze, hogyha előtte megpörköljük, picit megpirítjuk. De arra érdemes figyelni, hogy az elején legyen intenzívebb maga a serpenyő, hogy jó forró legyen, és akkor utána azért ne felejtsük benne a magokat hosszú távon, mert hogy nagyon hamar megégnek. A bazsalikom. Yeah. Szerintem a Rita egy bazsalikom pesztót gondolt ki nekem, hogy azzal kellett volna megkennem, és arra esetleg rászórni a sajtot. Hát mindegy. Én ezt a friss bazsalikomot csak így simán rászórom a kétféle sajtra. Akkor szépen ezt is fogja az ember. Jó. De van ott még a citrom, ettől pedig kap egy jó kis friss löketet, amit eredetileg valószínű, hogy Rita szintén a pesztóba szánt. És ha lenne egy poharam, akkor azt mondanám, hogy felvágom, és beledobom, és arra zúdítok egy kortyot. Rászórom a tésztára ezt a sajtos keveréket, szépen, jó feszesen föl. Tekergetem a lapot, csigákat kell vágni belőle, és akkor szépen egymástól, nagyjából ilyen 3-4 centi távolságra, csak ki kell ide tenni a sütőpapírral bélelt tepsire. Utolsó lépésként én még a tetejére reszelek egy kis sajtot. Az előkészület ennyi volt, most ezeket a nagyon sajtos csigákat beteszem a sütőbe, 200 fokra előmelegítve, és nagyjából 12-15 perc alatt készre sütöm, aztán már csak tálalni kell. És hogy rekordot döntsek, a 60 percből összesen 37 percen maradt, úgyhogy 23 perc alatt elkészültem. Ismét egy jó példa arra, hogy hogyan lehet kevés alapanyagból rövid idő alatt valami nagyszerű kaját elkészíteni. Hogy ti mit csináltatok volna belőle, nyugodtan írjátok meg kommentben. Ha el is készítenétek, akkor a receptet megtaláljátok a videó alatt a leírásban. És ne felejtjétek el, iratkozzatok fel a Coca-Cola Hungary YouTube csatornájára. Szavaztok!